Három gyerekes édesanyja és újságíró vagyok, de már fiatal lányként is kerültem olyan helyzetbe, hogy abortuszra készülő lányokkal vagy azon átesett nőkkel találkoztam, és nem találtam hozzájuk a megfelelő szavakat. Amikor ez már harmadszóra is előfordult, akkor eldöntöttem, hogy újságíróként foglalkozni fogok ezzel a témával. Utána járok, hogy egyrészt engem miért érint olyan erősen, őket miért hagyja látszólag közömbösen ez a döntés, miért van az, hogy ilyen sokan, még tavaly is több mint 20 000-en döntenek a terhesség megszakítás mellett, milyen okok vezetnek erre, hogyan lehet rajtuk segíteni, hogyan lehet abban segíteni, hogy valóban szabad döntést hozzanak, illetve a későbbiekben hogyan lehet őket abban segíteni, hogy a gyermeküket ne elvetessék, hanem akár örökbe adják, akár maguk fölneveljék. Első lépésként találkoztam Olaj Anettel, aki a Ráhel Szőlőskertje lelki gyakorlatot vezeti. Ő mesélt a saját abortusz élményéről, illetve arról, hogy abból hogyan gyógyult meg, illetve összeismertetett két lelki gyakorlatot végzett hölgyel, akik név nélkül meséltek nekem a küzdelmeikről. Sírástól sem mentes beszélgetések, melyekből cikkek is születtek, rávezettek arra, hogy ezek a nők nem szabad döntésből hozzák meg ezt a nehéz életre szóló döntést, illetve hogy bár a döntés az ő joguk, a felelősség nem csak az övék, hanem a érintett magzat vagy baba édesapjáé, illetve a családjuké, sőt az egész társadalomé, tehát mindannyiunk felelőssége ezzel a témával foglalkozni, ezeket a bajba jutott nőket, akik számára a gyermekvállás nem öröm, hanem valamilyen leküzdhetetlen akadály, mindannyiunknak kötelessége segíteni. E cikkek után újabb cikkek születtek, én magam pedig részt vettem egy másik lelki gyakorlaton, ami nem csak abortuszon, hanem vetélésen átesett, úgymond magzatvesztéses lelki gyakorlat, volt, ahol megismerkedtem a Kovács házaspárral, és én is gyógyultam vetélésből származó sebeimmel, illetve megismerkedtem olyan újabb nőkkel és férfiakkal, akik ezeket a sebeiket gyógyítani szerették volna, és ezekből újabb cikkek születtek. Később pedig találkoztam egy olyan könyvvel, ami segített abban, hogy beszélgetni is tudjak erről a témáról. Ez az Abortusz 20 kérdés 20 válasz című könyv, a Mission is Possible kiadó jóvoltából jelent meg, és nagyon egyértelműen, érthető módon teszi fel a nehéz kérdéseket, és ad rá választ olyan formán, amelyben teljesen hétköznapi emberek, nem csak tudósok vagy szakavatott életvédők tudnak e nehéz kérdésben, hogy is mondjam, tisztán látni, illetve világos válaszokat adni elsősorban maguknak, másodszorban környezetüknek, szemléletformálás címén, harmadsorban pedig bajba jutott édesanyákon segíteni. E könyv segített abban, hogy merjek én is beszélni erről a témáról, és vezetett oda, hogy egy tévésorozatot indítottam életvédő címmel, ahol olyan szervezetek képviselőivel beszélgetek, akik ilyen bajba jutott édesanyákon és családokon segítenek, valamint céljuk a társadalmi szemléletformálás. Ez a sorozat még most is tart, és remélhetőleg sokáig tart, mert hál' Istennek nem csak egy vagy két, hanem tizenvalahány ilyen magyar szervezet létezik. Az egyiknek köszönhetően nemrég megjelent egy film magyar szinkron változatban, ez az Unplanned című filmnek a Váratlan élet című magyar változata, és ennek kapcsán a magyar nézők is megtudhatják, hogy ez a téma olyan, amiről nem csak beszélgetni kell, nem csak tájékoztatni kell magunkat is egymást, hanem olyan hárítási mechanizmusokat is leküzdeni, amelyek akadályoznak a tisztánlátásban, a tiszta beszélgetésben, hiszen a filmben kiderül, hogy az abortusz klinikát vezető hölgy, annak ellenére, hogy átesett két abortuszon, 8 éven át úgy dolgozott ebben a klinikában, hogy nem látott egy abortusz műtétet sem. És annak hatására, illetve az odavezető jelenségek, folyamatok hatására hagyta ott a klinikát, és vált életvédővé, és került a abortusz klinika kerítésének a másik oldalára. Sok ilyen történetre van szükségünk, ezeknek az elmesélésére, ezekre való beszélgetésekre, hogy minél többen tudjunk róla, hogy ez a téma ne legyen tabu többé, hogy merjünk kérdezni, merjünk segítséget kérni és adni.